Hölgyeim és uraim! Lichdom Battlemage korai hozzáférésű pre-alpha build bemutatása következik a következő néhány percben, amely egy mágus szimulátor FPS nézetben, már megint szimulátor, na szóval egy játék, ahol egy mágus bőrébe bújhatunk bele, felejtsétek el azt, hogy azt mondtam, hogy szimulátor. És annak ellenére, hogy ez egy korai hozzáférésű alfa, eddig talán az eddigi legszebb játék, amivel így találkoztam korai hozzáférés tekintetében, hanem a legszebb, nem véletlen, hát Crysis, vagy hát CryEngine 3 fut alatta. Ennek megfelelően szépen néz ki a játék. Na, ennyit látunk egyelőre a főmenüből. Van egy rövid tutoriál, ami igazság szerint 3 videót takar. Érdemes megnézni, mert hasznos, főleg így elsőre, mivel nem nagyon ír ki semmit nekünk a játék, még a legelején sem. Itt a különböző karaktereink, akikkel elkezdtünk játékot, illetve az opció, ahol hát egyre nem sok mindent szabhatunk testre, tényleg azt, hogy sprint az bekapcsolható legyen, grafikai beállítások terén, hát érdemes azt meghagyni, amit behozott nekünk alapból a játék, mivel ez még nagyon kezdetleges dolog, ezért egy erősebb konfigurációt is javasolnak a készítők, hogy majd később optimalizálják úgyis, de egy erősebb konfiguráción biztosabban fut. Hát nekem is azért izzad az i7-es proci alatt, azt meg kell, hogy vajon főleg így felvétel közben. Illetve van egy 3D opció, ami jelenleg nem aktív, vagy csak azért nem aktív, mert nekem nem 3D-s a monitorom, de látszik azért a játékon, hogy ezt a piros-kék 3D-t ezt mindenképp támogatja, de nem tudom, hogy a 3D-s monitorokra is rámennek-e, de ez is benne fog foglaltatni a játékban. Na, ezt jól megaszontam. Hát egyelőre ennyi, nézzük magát a játékot. A töltő képernyő az most lehet tekerni fog egy kis ideig. Kicsit tovább. Illetve arra számítsatok, hogy amikor bejön a kép, az első pár másodperc az szaggatni fog, mint a bűn. Hopp! Na. Hát ez nem a legszebben jött be, illetve egy kicsit körbe kell szemlélődjem, amíg minden rendesen betölt. Na, és itt vagyunk, amint látjátok, ez egy mentési pont. És egyes szám, tehát első személyű a játék, és mi vagyunk a mágussal, a Battle Mage-el, a harci mágussal. És már most kiemelném akkor még egyszer, hogy a grafika az nagyon szép. És korai hozzáférésű játéknál még nem láttam ilyen szépen kidolgozott grafikát. Hát nem véletlen, hogy CryEngine 3 fut alatta. Na mit láttunk? A bal alsó sarokban 3 kis csík található, ezek a pajzsaink, ez jelképezi az életerőnket, és ez visszatöltődik egészen addig, amíg az egyik csík nem telítődik, tehát fogy el teljesen, és akkor az nem töltődik már vissza. Erre vannak ilyen kis visszatöltési orbok, vagy ilyen pontok, ahol hát nagyjából egy csíknyit szívhatunk vissza, hogyha elhasználtuk. A másik oldalon pedig a varázs rúnáink vannak. Ezek jelképezik, hogy milyen varázslatunk aktív. Hát 3 fajta rúnánk lehet. És mindegyik rúnán belül 3 fajta varázs képességünk van. Az egyik egy célpontra ható ilyen kis tűzlabda, vagy jéglabda, vagy valamilyen varázslabda. A másik egy területre ható sebzés, amit úgy tudunk előhozni, hogyha mindkét egőgombot lenyomva tartjuk, és akkor látjátok, alapesetben egy gyengébb változatot varázsolunk, amint megjelenik a kör, ez nagyjából egy fél másodperc, de ezt az időt is lehet csökkenteni. Ha pedig hosszabb ideig töltjük a varázslatot, akkor pedig egy erősebb változatot kapunk. Nagyjából ugyanaz a koncepció a varázslásnál, mint a Skyrimban, tehát van jobb, meg bal kezünk, és a kettőt egyszerre is kombinálhatjuk. Illetve a jobb egérgombbal pedig... Ó, Isten, milyen! Ott volt egy hír.
pedig egy pajzsot kapcsolhatunk be. Hát ezzel tompítjuk a minket ért sérüléseket, hogyha nyomva tartjuk az egérgombot, de közben nem tudunk olyan gyorsan haladni. Illetve van egy olyan mechanika is, hogyha pont akkor nyomjuk le ezt a gombot, amikor megütnek minket, akkor a szó legszorosabb értelmében így visszatámadunk vele, tehát így arcon vágjuk a pajzsunkkal, és akkor az is sebezhet. Az egérgőgőből pedig váltogathatunk, hogy épp melyik rúnát, tehát most a jégrúnát aktiválom, akkor ilyen jéggolyókat lő, vagy pedig ugye ilyen jégcsapást, ezek fagyasztják az ellenfeleket. A védőrúna az ugyanúgy mindegyiknél megvan, illetve a tűz pedig egy égési sérülést okoz, ami idő alatt sebzés. Hogyha nyomva tartjuk, akkor egy erősebb tűzlabdát lövünk, ami kritikus sebzést okoz, picivel többet sebezés, nagyobb az égési sérülés. Na és a játék lényegében ennyi, ja és majd elfelejtettem, a space-szel pedig dodge-olunk, magyarán szóval elhajolunk az ütések, lövések elől, és még egy olyan dolog, hogy ilyenkor egy kicsit lelassul az idő, hoppá, na ide be tudok menni, aha. Na. Ezek a kis gömbök, ez gyakorlatilag a loot, ami a varázslatainkhoz kell majd, és a játéknak a legfontosabb része az talán ez a gyűjtögetés, azon túl, hogy túlélünk. Na, mi ez itt? Megtaláltunk egy naplót, hát ezt nem tudom előhozni, elveg a J betűvel kéne tudnom előhozni, de ez nem megy, valami bugos picit. Na és a játéknak a fő koncepciója az, hogy mi egy mágus vagyunk, és a készítők azt nyilatkozták, hogy általában a mágusokat minden játékban valamilyen módon limitálják, tehát van manájuk, és abból kell gazdálkodjanak, vagy pedig a képességeik valamilyen szempontból be vannak limitálva. Na, itt viszont arra törekednek majd ebben a játékkal, hogy megtapasztaljuk azt, milyen, amikor határok nélküli mágusok lehetünk, és nincsen mana, nincsen kasztidő, jó, hát valami kasztidő azért van, hogyha mondjuk azt veszük, hogy fel akarjuk tölteni a varázslatainkat, de alapvetően ezt a mana nélküliséget, ezt a korlátlanságot akarják nekünk prezentálni. Vannak ilyen gubók, azokban is vannak ilyen varázs bogyók, amiket így lehet gyűjtögetni. Na és ezek tök jók, így felénk vándorolnak egyből. És ez a játék alapkoncepciója, tehát harci mágusokként megyünk előre, és halomra öljük az ellenünk támadó lényeket, miközben különféle varázslatokat használhatunk. És persze ehhez egy nagyon szép látványvilág is társul. Na, ez szerintem tök jól hangzik. Na nézzük, hogy mi van itt még. A lényeg pedig most jön. A játékban ugyanis van egy kraftolós rendszer, de nem ám akármit, hanem a varázslatainkat kraftoljuk, tehát gyártjuk le, és akkor itt jönnek a képbe azok a varázsgömbök, amiket gyűjtögettünk. Íme itt látjátok a kezünket, hát egyelőre két darab varázslatot ismerek, a tűz és a jégvarázslatot, illetve még másik kettő van benne a korai hozzáférésű alfában, de összesen lesz 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab varázsképesség összesen, és mindegyik eltérő ilyen elementált jelképez, tehát gondolom lesz shadow, olyan árnymágia, akkor mit tudom én, különböző rontások, és amit még el lehet képzelni, és ezeket mind tudjuk testre szabni és kombinálni. Na, most kiválasztok én itt egy jégvarázslatot. Tehát jég az alap. Akkor itt láthatjuk a különböző formákat. Ez azt jelképezi, hogy egy célpontra ható sebzés, területre ható sebzés, vagy pedig pajzs legyen. Ugye a három alapképességünk egy rúnán belül. És akkor a színek az nagyjából megegyezik az összes RPG-ben használt színezéssel, tehát a szürke az a teljesen kommunális, semmi extra. A zöld az már egy kicsit erősebb, akkor van egy kék, az ugye már a ritkább fajta, van a lila, az már az epic, és van egy narancssárga, ami pedig már a legendás, extrém, ritka, übertáp varázslatot jelképezi. És akkor itt látjuk, hogy mivel tudjuk megspékelni a varázslatainkat. Hát ez egy barrier, tehát ez egy védőpajzs, ez egy AOE,
Na egy pillanatra visszanézek. Tehát jégvarázslatból van kék, zöld, barrier, hát fire zöld, zöld, zöld. Jó, hát akkor itt látjátok, itt van két rúnát, gyakorlatilag ez az egyes gomb és a kettes gomb, tehát mint a fegyverek között váltanánk. Akkor egy jég. Jég páncélt akarok. Volatile barrier, jó. Ezt így jobb hozzáadjuk. Na, és ez pedig a különböző attribútumok, amik pedig itt foglalnak helyet, tehát maximum 3-at adhatunk hozzá, amik így különböző aspektusból erősítik, tehát a DE, az a Destruction, tehát erősebb lesz a sebzése, a CO az a Control, tehát a visszatöltődést, illetve a hát az ilyen időalapú sebzést, esetleg a lassítást befolyásolja, az MA pedig a Mastery, itt pedig egyéb bónuszokat lehet neki adni. Hát én szerintem adok neki egy Mastery-t. És akkor látját, vagy Destruction-t. Esetleg Control-t. Hát van itt egy Control, és ez ad Mastery-t is. Jó lesz ez, jó lesz ez. Na, és akkor készen van, lecraftoljuk. És akkor be is rakjuk a helyére. De és akkor itt látjátok, itt vannak a különböző varázslataink, amik már léteztek. Hát itt fölülírja azt, amit én itt kiválasztottam, itt pedig azt, hogy mi van berakva, és akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy melyik a jobb, melyiket mire cseréljük. Amit nem találtam, hogy hogy lehet például a meglévőeket kukázni, de hát mondom, ez egy korai hozzáférésű alfa, tehát semmi sem végleges, minden változástárgyát képzeli, abszolút hiányos és optimalizálatlan még a játék, gyakorlatilag a negyede sincs kész, úgyhogy itt még nagyon-nagyon-nagyon sok minden bekerülhet. Na és itt van egy ilyen szintézis, amire még nem sikerült teljesen rájönnöm, hogy ez mire jó, de ezekkel is lehet további dolgokat kreálni. Gondolom itt ezeket a rúnákat. Vagy pedig így a régi cuccainkat tudjuk összekombinálni. Tudom én, berakok ide pár ilyen holmit. Ezek a régi jégvarázslatok, és akkor ebből... ez micsoda? Persistent Ice. Az kemény. Na, mi lett ebből? Na, talán megtaláljuk. Nem tudom, mi ez a Persistent Eyes, és ez hova került. Hát majd talán egyszer kiderül. Vagy várjuk csak. Defenzív rúna. Na, tehát egy igen jópofa és részletes ki ilyen varázslatgyártó rendszer van a játékban, amivel jó sok mindent fogunk tudni létrehozni. Na, és akkor itt jön a harc. Hát kétfajta ellenféllel találkoztam eddig. Távolsági, most egy hátrébb megyek, és a közelharci ellenfél, hát itt most szépen begyújtom őket. Ez a kis időlassító elvetődés, ez így nagyon hasznos lesz, és érdemes ezt megszoknunk. Hát közben itt van itt rendesen csimbum, bár azt hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi varázslatok azért igencsak szűkre vannak szabva, tehát mondom, ez a kétfajta varázslat most tényleg király, hogy így lövöldözünk meg AOE-zünk, de én azért többet várnék egy ilyen varázslós játékról, ahol tényleg az a koncepció, hogy határok nélkül mindenféle varázslattal írtsuk az ellenfeleinket, és úgy, mint eddig soha. Tényleg a harc az így szerintem tök jó. És ezzel a látványvilággal párosítva iszonyat jó lehet a játék, hogyha egyszer kész lesz. Egyébként valószínűleg nyár végére lesz kész. Erről is mindjárt szólok pár szót, csak akkor ezt még leírtam, ezt az utolsó íjást. Na, és ő is dobott valami lootot. Na, valamiről zöld minősítésű varázslat.
Tehát én többfajta varázslatot, többfajta effektet, mert jelenleg tényleg pajzs, single target, sebzés és AOE, és gyakorlatilag ennek csak a színe tér el a különböző varázslatoknál, illetve párosulhat hozzájuk ugye eltérő ilyen másodlagos effekt. Gondolok itt arra, hogy a tűz az ugye égeti az ellenfeleket logikusan, a jég pedig lassítja őket. De, és akkor még lesz másik 7 darab varázslat, ami ki tudja, hogy mit fog művelni velük. Gondolom lesznek különböző rontások, árnymágiák, és még talán én remélem, hogy lesz idéző mágia is, mert én például mindig közel álltam az ilyen nekromanta típusú kasztokhoz, tehát warlock, nekromanta, ahol lényeket idézek nekünk magunknak, ahol, amik segítenek. És akkor például ott nem az lesz az alapskill, hogy ellövünk egy jéglabdát, hanem mondjuk idézünk valami lényt. Ami mondjuk valami hasonló módon becsapódik, de mondjuk egy sáskarajt. Hoppá, ezek az ijászok elég kemények. Most ráadásul sokan vannak. Látjátok egyébként, amikor így elvetődök, akkor magam körül AOE-be tolok egy ilyen területi sebzést, ami kicsit gyengébb, de azért a hatása ennek is megvan. Na, fagyjál le! Hoppá! Hát az irányítást azt szokni kell, és ezt hozzá kell tennem, hogy nehéz. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy itt elindultok, mentek, és akkor mindenkit halomra varázsoltok, és hullani fognak a belek, meg az emberek, meg a élő halottak. Hoppá, mi ez itt? Hanem itt kőkeményen taktikázni kell a mozdulatokkal, fedezéket keresni. Lefagytak. Ő is. Ó, ez már egy kék szigil varázslat minta. Na, te ott maradsz. Na, és akkor, ahogy mondtam, jelenleg korai hozzáférésű a játék, és 15 euró az ára, viszont ahogy olvastam így a blogot, a készítők júniusra tervezik a következő nagyobb fejlesztési csomagot, viszont az már kicsivel drágább lesz. És úgy láttam, hogy azzal próbálják ösztönözni az embereket, hogy már most ruházzanak be rá, hogyha megtetszett nekik a játék, hogy most kvázi a legolcsóbb a játék. Hát ez itt valami sztori elem, ami még szintén nincsen leszinkronizálva, meg eléggé bugos volt ott a csávónak a megjelenítése. Na, kaptunk megint valamit. Na, mi ez? Barrier. Na, ez valami vacak. És végül augusztusban lesz kész a játék, augusztus végére ígérik, és akkor lesz teljes ára. Ez olyan szempontból nagyon szimpatikus, hogy végre azt csinálják, hogy a korai hozzáférés az legalább nem teljes áron, hanem olcsóbban kerül a boltokba, mint amilyen a végleges, ami a végleges játék tervezet lesz. Na, azok megnyitszem egy kis jégvarázslattal. Úgy, ott lefagytak. Meg így jön egy... Hoppá! Na, így azért már jó. Így el vagyok. Majd megyünk tovább a barlangba. És kíváncsi leszek, hogy mit hoznak ki belőle. Mondom, ahogy a videó elején is mondtam, ez az eddigi legszebb korai hozzáférésű játék, amivel valaha így dolgom volt. És annak ellenére, hogy félkész, egész szórakoztató. Mondjuk a harcrendszer egy picit monoton, tehát sokkal változatosabb varázslatokra számítok majd a teljes játékban, sokkal több effektre, varázslat effektre, hogy tényleg azt érezzem, hogy na most olyan varázslatot sütöttem el, hogy itt aztán kőkövön nem marad utána. És tényleg, ha már ilyen varázslabdákat lövöldözök, akkor én tehát nagy Dragon Ball fan vagyok, tehát elvárnám, hogy legyen mondjuk ilyen gyors támadó, gyors támadás, hogy csak így puty, így lövik ki a varázsgömböket. De legyen például olyan, hogy egy nagyon nagy masszív tűzlabdát lövök el, ami viszont keresztül megy mindenen, és porrá égeti, ami az útjába áll. A különböző rontások, hogy
azokkal mi mozgékonyabbak vagyunk, és elemésztik szép lassan az ellenfeleinket. Na hoppá, itt valaki megjelent. És egy szép pontot is találtam. Akkor innen fogom folytatni, ha elhaláloznék, amire nagy valószínűséggel sor fog kerülni. Tehát én ezekre számítok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, és itt van egy ilyen pajzs visszatöltő gömböcske is. Na, úgyhogy ez volt a Lichdom Battle Mage nevezetű játék. Hát az ellenfelek is, tehát több pálya van a játékban, ez most jelenleg a legelső, kvázi ilyen tutoriál jellegű pálya. Hoppá! Mi a? Nem mész ide! Ezek honnan jöttek ide? Na, azért fagyasztom őket így, ahogy elhajolok. Eztek. Esik a hó. Na, egy kis tűzlabda is jár neki. Hát ez eléget. Helyenként azért látjátok, hogy így ez a piros és kék színezés, tehát ez a Hikomat 3D, ez így elő-elő jön a játékból, hát még ezen is dolgozniuk kell. Mindenesetre egy nagyon jó pofa kis játék lesz, és a koncepció is elég izgalmasan hangzik. Én várom, hogy mit hoznak ki belőle. Ha érkezik nagyobb update, akkor szerintem azzal ismét majd jelentkezem, és akkor megnézzük, hogy mit alkottak a srácok, és akkor augusztus végén pedig majd a kész játékot bemutatom egy rendes bemutató keretén belül. Opa! Itt jobbról-balról megjelennek ezek a csontvázak, vagy zombik, vagy mik ezek, élő holtak. Opa! Hajj már meg! Elég masszívak az ellenfelek, és azért nem olyan nagyon egyszerű ám egy varázsló élete. Hoppá! Mi volt ez? Fontosan jön az utánpótlás, ráadásul. Az íjászokat ki kéne kapnom, mert azok nagyon csúnyán sebeznek, ha eltalálnak. Ellenfelek szempontjából még az sem valami változatos, mert vagy íjász van, vagy pedig közelharci ellenfél, aztán azokat meg hát kisebb ilyen kalamajkával, de el lehet tenni lábalon, de megpróbálom kivédeni ennek az ütését, csak aztán leneveljön. Gyere csak! Na ez az, erről beszéltem, amikor a pajzsunkat így a legjobb időbe nyomjuk el, és akkor így visszatámadunk. Hát ő elégett. Béke poraira. Na, ez volt akkor a Lichdom Battle Mage, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Még egyszer mondom, ez egy korai hozzáférésű játék. Totál félkész, rosszul optimalizált, tehát bárki, akinek ez alapján, a videó alapján megtetszett, óva inteném attól, hogy meggondolatlanul vásároljon, hiszen ki tudja, hogy a végleges játék mennyire lesz ettől jobb, vagy esetleg rosszabb, de én bízom benne, hogy egy minőségi terméket fogunk kapni, aztán majd meglátjuk augusztusban. Mindenesetre mindenki ennek tudatában nézegesse a Steam oldalát, amikor esetleg a vásárlást fontolgatja, de tény, hogy most kvázi majdnem, hogy fél áron fogunk tudni hozzá. Ez a 15 euró, ez cirka fele a végleges árnak. Úgyhogy ha most veszitek meg, akkor 50%. Na hát akkor köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Lichdom Battle Mage Pre-Alpha. Sziasztok!